Hare Krishna. Hare Krishna. Kedves Góra Krishna Prabhu, elmondanád nekünk, hol vagyunk? Még mindig a Himalájában. Körülbelül 3500 és 4000 méter közötti magasságon, nem messze egy Vaishnava yoga ashramtól, ahol ma éjszakára megszállunk, és régi ismerőseinket látogatjuk meg, és megfrissítjük mindazt a tudást, amit évekkel ezelőtt már a jó voltukból megkaptunk. És itt vagyunk néhány, hát azt hiszem, hogy egy kilométer távolság sincs a Ganges valódi forrásától, a Gomu Gletschertől, ami a Ganges e világbeli megjelenésének a helye. És ugye ez egy szimbolikus hely, a lelki tisztaságnak, a lelki megtisztulásnak a helye, és minden lelki gyakorló, akinek lehetősége van eljutni Indiába, illetve a Himalájába, általában legalább egyszer el szokott ide látogatni, és megízlelni a Himalájának ezt a fajta, hogy úgy mondjam, lemondott hangulatát. Ugye a lemondásnak elég nagy szerepe van a lelki gyakorlatok során, és itt nem extremitásokra kell gondolni, csak arra az egyszerű alapelvre, hogy az ember megérti, hogy az anyagi világhoz fűződő kapcsolata és ragaszkodása az nem természetes. Hogy gyakorlatilag ez a fajta ragaszkodás, amit mi az anyagi világhoz kapcsoltan ápolunk, ez mind elfeletteti velünk eredeti lelki önvalónkat. És amikor valaki idejön a Himalájába, és főleg meglátogat néhány ilyen jogásramot, lelki központot, akkor feltöltekezhet ezzel a hangulattal, hogy igen, ennek az emberi életnek a célja az önmegvalósítás, és a lemondások azok segítenek bennünket ezen az úton. Igen, itt megtapasztalhatjuk ugye a monumentális nagy hegyeken keresztül Istennek a mindenhatóságát, fenségét. Tehát a megtisztuláson túl gondolom a meghódolást is jobban elősegíti a környezet. Így van általában, hogyha körülnézünk, hát most itt a környéken nincs semmi, ugye? Gyakorlatilag itt már nincs lakott település, az utolsó település Bozsvasza volt, amit elhagytunk. Hogy ezek a lelki központok, ashramok, jóga ashramok, ezek mind egy-egy templom köré csoportosulnak, ahol a jógának az egyik legfontosabb aspektusát megvalósítják, hogy az Isten iránti odaadást. És ugyanakkor a lemondás alapelvének a követéseként gyakorolják azokat a jóga ászanákat is, amelyeket a védikus szentírások leírnak. Nagyon sok ászanát ezek közül. Hát több szentírás magyarázza, hogy annyi jóga ászana van, ahány létforma ebben a világban. 8 millió 400 ezer ászana. Ezek közül azonban csak 84-et tekintenek olyannak, amely az emberiség számára hasznos. És a legtöbb jóga ashramban, ez közül a 84 ászana közül, a 30-40 ászanát gyakorolnak nap mint nap a lemondás alapelvének követéseként, és a test és az elme szabályozásának a céljában. Hát mi is ugye itt az elmúlt években körülbelül olyan 40-45 ászanát sajátítottunk el, illetve ismételtünk át ezeknek a jogiknak a kegyéből, jó akaratából, akikkel így kapcsolatunk van, amelynek a lényege ugyanez, amiről beszélünk. Szóval akkor ez a 30-40 ászan, amit itt megkaptál, megkaptunk sok évvel ezelőtt az itt élő Vaishnava jogiktól, ezek képzik a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola jogamesterképzésének ászanáit? Hát én úgy mondanám, hogy az alapját. Tehát nem teljesen, mert azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy azok az ászana rendszerek, tradicionális fizikai testgyakorlatok, amelyeket a Himalájában élő jógik gyakorolnak, amilyen hangulatban azt teszik, amilyen attitűddel, az általában a nyugati embereket elégedetlenné teszi. Hogy mondjam, nem túl szenvedélyes. Ugye és nyugati világban az emberek általában pörgős dolgokat kedvelik, és lehetőleg olyan jogaórákra szeretnek menni, ahol a lehető legtöbb kihívást tapasztalják, ahol a legnagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Az eredeti hagyományokban a jogászanáknak nem ez a hangulata. Így, hát a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán mi kombináltuk a tradicionális ászanáinkat,
a tulajdonképpen mozgásterápiának a módszereivel, a gyógy, testnevelés módszereivel, abból a célból, hogy a hallgatóink, akik hozzánk jönnek Vajsnava jógamester diplomát szerezni, hogy ők ezt a tudást más embereknek átadva hasznos részét képezzék a társadalomnak, tehát képesek legyenek segíteni mind a fizikai, mind a mentális problémák megoldásában. Így van, tehát a tradicionális alapokat felhasználva, igazodva a nyugati emberek igényeihez épül föl végül a jóga rendszer. Annyi, ez egy természetes dolog, hogy a jóga oktatóink és mindazok a személyek, akik ebben az egész képzésben jelen vannak, a saját szádanájukban többnyire rendszeresen ezeket az ászanákat gyakorolják, amelyek gyakorlatilag számukra a meditációt segítő eszközök is. A megnyugvás, az anyagi tudat elcsendesítésének, citta praszádanam, ahogy Patanjali magyarázza, az anyagi tudat elcsendesítésének az eszközeiként szolgálnak. Igen, és ez a környezet is segít nekünk ebbe az elcsendesedésbe. Hát most nagyon jó itt lenni, ugye a felpörgött nyugati világ után. A kezdeti napok nehezek voltak, annyira furcsa volt ez a nyugalom, de most már sikerült újra visszaállnunk, azt hiszem, hogy neked is, meg nekem is. Nagyon sokat japázunk, nagyon sokat meditálunk, gyakoroljuk ezeket a testhelyzeteket, ászanákat. Szerintem folytassuk ezt az arándokutat, menjünk el egészen a Gomu Gleccserig, a Ganges eredéséhez. Rendben van. Hare Krishna.